A Mária völgy idén is megtelt élettel. Az öreghegyi polgárokat és az ide látogatókat színes, látványos színpadi produkciók fogadták a borítéren. A programban fellépő Főnix és Felicita együttesek fiataljai szórakoztatták a közönséget. Östör Anna Mária önkormányzati képviselő büszke arra, hogy ez a találkozó évről évre bizonyítja az öreghegyiek összetartozását. Fontos, hogy egy városrésznek, egy közösségnek legyen egy rendezvénye, és hát nekünk mindig az augusztusi öreghegyi mulatságok a rendezvény. Ez most nem úgy alakult az idén, és nem is szeretnénk, hogy ezt bárki összehasonlítsa azzal, hiszen ez a művészkorzó. Úgyhogy nagy szeretettel készültünk ezzel is. Én remélem, hogy az öreghegyiek itt lesznek, megnézik a fiatalokat, a műsorokat. Cserpakovics András polgármester köszöntőjében elmondta, fontosnak tartja, hogy az öreghegyi ünnepségek tradíciója tovább él, hiszen a városrész fejlődése mindenképpen rányomja bélyegét Székesfehérvár jövőjére is. Hagyományoknak megfelelően augusztus 20-a előestéjét itt az Öreghegyen ünnepeljük. Igen, egy kicsit másként, kicsit szerényebb körülmények között, de úgy érzem, hogy ugyanolyan meghitten és a fehérvári jelleget kidomborítva lehet most ezt a programot megtartani. Egy csodálatos helyen Székesfehérvárnak, az Öreghegy is az, és hát a Borivár szomszédsága pedig úgy gondolom, hogy mindegyikünknek jogos büszkeség. És azt hiszem, hogy ezek a rendezvények teszik különlegessé a fehérvári augusztus 20-át, nem elfelejtve, hogy valójában Szent István napját igazán hitelesen éppen Székesfehérváron lehet megélni. A tradicionális találkozón résztvevők és a fellépők is hitet tettek amellett, hogy a városrész további fejlődésének záloga a cselekvő együtt gondolkodás.